Egyedül résztvevők nélkül, de tartotta a hagyományokat Bonyhád polgármestere április 16-án. Ezen a napon emlékezünk meg minden évben a holokauszt magyarországi áldozatairól. A Völgységi Városban Filóné Ferenc Ibolya koszorúzta meg azt az emlékművet, melyet 2014-ben adtak át. A mementót a Soha Többé Soá alapítvány állította az 1222 áldozat deportálásának 70. évfordulója alkalmából. Az alkotást Pasitka Herman, bonyhádi lelkész álmodta meg. Az ott a célunk, hogy egy olyan emlékeztető jel emlékeztessen ezek a egyébként nagyon kedves emberekre. Nyilván biztos köztük is voltak mogorvábbak és így tovább, de hát én beszélgettem egyébként még Fridi Iván bácsival, és ugye a zsidó temetőből ott mutatta neveket, hogy a rokonai, hogy ez a kislány, hogy nézett ki, milyen kis aranyos volt, tudom, 5-10 éves kis lánykák, a testvérei, meg rokonai, akiket elvittek, elgázosítottak. Tehát ott megelevenedett az, hogy ezek ugyanolyan eleven, ugyanolyan normális, hétköznapi, kedves húsvér emberek, mint a magyar emberek, vagy a romák, vagy a németek, vagy bárki más. És úgy gondoltuk, hogy ennek kell egy olyan mementó jellegű emléket állítani, ami nem csak egy ilyen kis emléktábla valahol eldugva, és ebben nagyon jó partnert találtunk a Potápi Árpád akkori polgármester úr személyében, illetve az önkormányzat részéről is, tehát ők is nagyon pozitívan és segítően álltak hozzá ez. És hát én terveztem ezt az emlékművet, de a megvalósítás az igazából Bonyhádi Híd gyülekezete tagjai, mert egy vállalkozó barátunk is, aki szakemberként ezt a monstrumot felállította, segített felállítani, tehát ez nem egy személyes dolog volt, ez egy csapatmunka volt, illetve más támogatók is, akik ehhez helyi támogatók, akik ebben segítettek. Igazából Bonyhádon nem sok helybéli lakó maradt, 56-ban nagyon sokan még elhagyták az országot. Ugye a háború után úgy tudom, hogy ilyen 150 fős zsidó népesség, vagy hogy fogalmazza, a zsidó csoport tért vissza a lágerekből, illetve a munkaszolgálatból. Talán még kis iskoláik is volt akkor, de az 56-os forradalom során akkor nagyon sokan elhagyták az országot, tehát akkor a többség elment, illetve részint a várost elhagyták, tehát hogy ugye ha Magyarországon is maradtak, de a városból elmentek, és ez nagyon sajnálatos szerintem, mert úgy, hogy nagyon sok vidéki városnak a arculatát, úgy Bonyhád arculatát is nagyon sokban akította a zsidó polgárság, és különösen ez a polgári és tanultabb réteg is, bár gondolom, hogy Fridi Iván bácsi nagyon egyszerű ember, ott munkás ember volt, és ő mondta, hogy nagyon sok szegény, egyszerű zsidó ember is volt, tehát nem, ugye vannak ilyen sztereotípiák, hogy a zsidók azok mindig gazdagok, meg harácsolnak, meg ilyesmi, ez egy kamu az egész. Hát nyilván voltak ügyes vállalkozók közöttük, meg nagyon sok területen nagyon kiválót alkottak, de azért többsége a Magyarországon levő zsidóságnak is egy nagyon egyszerű, nagyon sok esetben nagyon nagy nyomorúságban élő egyszerű emberek voltak. Ugye sajnos most a koronavírus járvány miatt nem tudott megvalósulni a tervezett megemlékezés, de minden évben meg szoktunk emlékezni, a polgármester asszony is rendszeresen beszédet mond, tehát ő is támogatja, úgy látom, ez fontosnak tartja ezt a megemlékezést. Történelmi valóságnak megfelelő fontos eseményeket, tragédiákat fontos elevenen tartani, mert tehát sajnos az emberben benne van a romlás, és tehát bizonyos az ember karakterében, és ezt csak neveléssel lehet, hogy így mondjam, helyre rakni, és ha az embereknek van tapasztalata nehéz helyzetekről, vagy van találkozása, tehát akár egy olvasmány, vagy filmélménye, vagy egyszerűen csak a tanulmányai során átgondolhatja, és szembesülhet azzal, hogy micsoda, mire képes az emberi gonoszság, akkor azért ezzel szembe tud helyezkedni, belül létre tud hozni egy olyan szembehelyezkedő magatartást, amitől ő nem lesz támogatója ilyen jellegű, esetleg jövőbeni folyamatoknak vagy irányzatoknak. A lelkipásztor emlékeztetett, miért is fontos, hogy minden évben megemlékezzünk az 1944-ben történt eseményekről. Úgy gondolom, hogy már mindenki tisztában van azzal, hogy a holokauszt pontosan mit is jelent, hogy mi történt 1940-es években, és hogy 44-ben
Magyarországról is, amikor miután bevonultak a német katonák, elkezdték és először a vidéki zsidóságot gettósítani, és utána pedig, tehát összegyűjteni, és utána pedig vasúton elszállították őket különböző koncentrációs táborokba, elsősorban Auschwitzba, és hát már Magyarországon elindultak az atrocitások, tehát már itt a gettóban is sajnos a magyar szervek is közre játszottak abban, hogy megsokasítsák a szenvedését a zsidó embereknek, és hát ugye tudjuk azt, hogy több százezer honfitársunk nem tért a lágerekből. Tehát ez egy olyan súlyos esemény a magyar történelemnek, és hát az európai történelemnek is, amiről feltétlenül szükséges megemlékezni, illetve ennek az emlékét ápolni, mivel az antiszemitizmus továbbra is egy olyan valóságos fenyegetés, amely közben látjuk, hogy át is alakult, és az elmúlt évek illegális migrációja során olyan tömegek érkeztek be Európába, akik sajnos a kultúrájukban hordozzák az antiszemitizmust, a zsidó gyűlöletet, Izrael ellenességet, és ezért tovább is egy aktuális veszély, ami miatt nekünk helyes állást foglalni ma. Eleve ébren kell tartani egy ilyen, ráadásul egy nagyon közeli történelmi esemény, hát ugye sajnos most már egyre kevesebb élő, túlélője van a holokausznak, hiszen 76 éve, 44, ugye 76 éve volt a magyarországi elhurcolás, és tehát akik akkor még nagyon fiatalok voltak, 15-20 év között, ők nekik és túlélték, ők közük még élnek némelyek, de épp ezért azok, akik ezekkel a dolgokkal tisztában vannak, és ráadásul látjuk az imént is említett folyamatokat Európában, akkor az új és új generációkat meg kell tanítani arra, hogy Európának a történelme milyen súlyos bűnökkel terhelt, hiszen ez ennek van egy szellemi háttere, tehát ez nem hirtelen pottyant az égből, ennek történelmi előzményei voltak, akár a kereszténységnek a zsidósághoz való viszonyában sajnos. Ugye az első gettók azok Rómában jöttek létre, és a keresztény Európában jöttek létre a középkorban, korai középkorban már. Krisztus gyilkosságnak a vádja, tehát hogy az egész zsidó nép felelős a Krisztusnak, Jézus Krisztusnak a megöléséért, és így tovább. Tehát ezek olyan problémák, amit nyilván látni is, hogy azért a különböző felekezetek is igyekeznek azért ezt helyre tenni, de maga a helyettesítési teológia, ami arról szól, hogy Izrael helyére Isten tervében az egyház lépett, és ez visszafordíthatatlan döntése Istennek, ez is egy teológiai tévedés, hiszen a Biblia tele van olyan nagyon konkrét Izrael és a Szentföldre vonatkozó proféciákkal. Maga Jézus is utalt rá, hogy Izrael vissza fog térni a földjére. A zsidóság újra visszaszerzi a nemzeti és állami létnek a képességét, ahogy ezt ugye látjuk 1948 óta. És ezt ugye nagyon sokáig tagadták, tehát mind a mai napig, tehát a zsidósággal szemben elkövetett súlyos bűnöknek nyilván vannak következményei, materialista vagy ateista ember nyilván ezen nem sokat gondolkodik, de én úgy gondolom, hogy ennek vannak azért szellemi következményei, és azok az emberek, akik ismerik a Bibliát, azok tudják, hogy bizonyos súlyos cselekmények azok átokkal járnak, tehát generációkon keresztül ható negatív hatása van egy-egy nemzetre, és ezeket a dolgokat fel lehet számolni. A 76 évvel ezelőtt történt események során csak nem 600 ezer magyarországi zsidó származású ember gyilkoltak meg, vagy üldöztek. Az áldozatokról való megemlékezés minden évben fontos, hiszen így is tanulhatunk a múltbéli eseményekről, tette hozzá a Bonyhádi lelkész.